Márk, kösz szépen! Szevasztok, szevasztok! Peregjenek az emótok, mert bazd meg! Tényleg olyanok vagytok ti már nekem, hogy érted mi van. Kis gonoszvak. Gonoszvak vagytok. Na, elzavartam a izéket, a táncosokat. Hát tényleg bazd meg, lehet táncolni, de hogy ruhába. Undorító. Undorító gusztustalan ez az egész, amit megengedtek magatoknak. Aztán mondani akartam amúgy. Na, szevasztok, hello mindenkinek, csá! Szevasztok és hello! Szupercseten a Robi nagyon beverte a pénzt, köszi. András, kösz szépen a szubot, a tier 2-be, bazd meg! Hú! Pénz! Pénzáradat! Péter, kösz az ezrest! Máté a 8 hónapot, Márka 8-at, nagyon szépen kösz. Képet láttad már? És nem tudom megmutatni, de amúgy bazdmeg, hogy csinálok egy mémet, ráállítok egy kamerát. Szia! Tibika, kösz a 9 hónapot, hello! Nagyon-nagyon szépen kösz, csácsá! Szevasztok, szevasztok, hallok a zene, jó van, ülj le magadnak, nem diszkóba, vagy feküdj stabil oldalba, tegyed magad, jó? Tehát azért fékezed már magadat, egy kis csülökfejű. Szevasztok, hello, ruha nélkül kell, igen. Hello, hello mindenkinek, RP-zünk! Kifagytam az előbb. Csak mondom. Mondom. Jó, van egy pattanás itt az államon, ezt ki, valakit kisorsak, hogy kinyomhassa. Chatterns. Mit szóltok? Benne vagytok, csvirkepejűek. Tudtam. Mark, kösz szépen az 5 subgiftet, nyeremény játék van, gyerekek! PS lehet nyerni januári subbal! De ezt már tudjátok, bazd meg. Ugye? Meleg hétfő van ma, igen, egyébként teljesen meleg a hétfő, az égre majd néz fő. Most pedig ezt a dalt küldöm nektek, mert tudom, hogy mindig nagyon jó szubokat pesztek. Jó, gyere velem, fogd a kezem, mert érzem, hogy már pálya belem. Á, megülte a beigli, a passzodat titokba vert ki. Nem szabad ilyen csúnyán beszélni, mert az anyáddal reggelig fog valaki majd zenélni. Azt hitted, kell félni, mi? Á, nem vagyunk ilyen prosztók. Nem vagyunk ilyen prosztók. Zenélni, zenélni. Te disznófejű. Hello mindenkinek, csá! Halló, szia! Misi, kösz szépen a 2 rongyot, nagyon szépen kösz. Valami van itt, valami anomália van itt az internetszel, valami blokkolások, vagy passzom tudja mi. Lehet, hogy ilyen hokizó stream lesz ez a végére, és tényleg csak recskázni fogunk. Mi együtt, te, én és mindenki, aki jó barát. Nézzük, hogy működik egyáltalán a bot felvétel. És szia, bot néző! La-la-la-la! Szia, bot néző! És streamnéző, hello, új szub vagyok, ne hízelegjél, légy szíves, mert... Tehát azért tényleg. Az nagyon fontos egyébként, ha tetszik a stream, akkor nyomjatok egy lájkot. Azt indítsuk a pájtot. Ez nagyon fontos. Gábor, kösz szépen! Lackó 9 hónapot, Márka 2 rongyot, nagyon szépen kösz. Hello! Remélem, hogy minden működik, bazen, mert magamhoz nyúlok. Kösz szépen, fügykös knocked off. Fügykösöd neked? Vagy neked? Igen, köszi. Anyucik össze 250-et, és kösz mindenkinek. Szia. Hello. Galaxis kapitány, kösz az 5 hónapot, fiam. Nagyon forró vagy. Hogy összeakad a bajszunk, az. Meg, Bálint, kösz szépen! Mert meg van beretválkozva. Megberetválkozott katonáson a fiú. Szevasztok, testvéreim, hát szevasztok! Hát visszanyújtam a hajamat. Szia, öreg, szia! Ha valaki halk, szóljátok már, de csak szuboknak hiszek. Mi a helyzet? Á, most tudod, meg vagyok szomorodva egy kicsit. Mi a probléma? Hogy látszik, hogy valami rádja. Meg vagyok ülve, mint ping a sarokba, be vagyok depizve, seggig mart a szomorodás, Krisztópia. Mert itt a karácsonynak vége, tudod mi van? Azt nézem az ajándékaimat, ilyesmi. Tudod, hol vannak az ajándékaim? A gecibe. Gecibe sincsenek. Pedig én adtam neked, öreg. Hát de... én felküldtem postán, lenyúlták a dolgozók. Ki? Hát a... a nyögdíjat. De Laller... A rák egyek a gyomrukat nekik, a szar egyek ki a picsájukat. Egy az összes. Jó van, te ne, figyelj csak, ne bukálozz! Lajosom, Lajosom! Vajatok szint, öreg Lajoska! Vajatok szint, mert én hallottam ám, hogy mi készült itt amúgy a semmi, mert a Lali bevallotta a Krisztónak, a Krisztó megfábultotta a Lalit,
hogy ne kapjál ajándékot, mert a Lali azt mondta neki, hogy ő se neked, se nekem nem fog adni ajándékot, és el fog játszani azt a sztorit, amit most adott elő, hogy a postán veszett el az ajándék. A bűzös kurva anyádot te! Azt mondtad a 500-ast is, ha igaz, az elmondom azt, hogy ez így volt. Látod, igaz, ez igaz, ez így volt. De ez nem vettem el az 500-ast. Jocika szépen a 420-at. Nem is igaz, feleség. Akkor kihazudni, én vagy a Krisztó, vagy te? Te. Te hazudsz, te. Akinek piros a keze, nézd meg, Lajos. Nekem nem piros. Megnézted, te hazudsz, mondtam én. Te hazudsz, hát tudtuk. Figyelj csak, Lajos, ide jössz, kipésünk ötbe, cukros vízben a hajadba. Érted? Ó, cukros víz, kurva! Köldökigérő dekoltázsal te csábítani akarsz itt ma? Vagy mi a passz? Ez egy nagy csábító, vagy mi? Ha? Hát azt hittem, hogy egy kicsit jobban nézek így ki. Hát sírjak a válaszom. Gyere, sírja a válaszom. Figyelj csak, ki vagy itt vésülködve. Mit Szaros Pista neve napján mire készülsz te, Lajoska? Olyat baszok arra a nagy köcsök fejedre. Te mire készülsz? Én mondtam, hogy... Én sem semmire. Mert? Most ilyen stílusban vagyok. Mert de mit vagy stílusban? Úgy keltem fel, hogy aha, mintha 80-as években aha lennék. Nehogy aztán visszapettelésre. Olyan bebaszok, hogy átöpülsz a 2000-es éveken és a kurva. Menj öltözélyet, meg az ajándékot. Meg ne lássam öltözélyet most azon, mert ugye nem, ezt így nem. Arragudjatok már. Jó? Mikor akartok köszönni nekem, büdös parasztok? Szevasz, te torszülött geci. Mi a helyzet? Csak sikerült köszönni. Jocik, kösz szépen. Titokszobában látta be a VR Jancit? Ki a faszom meg képzeled magad, hogy itt vagy a helyünkön? Felkérdezel, miközben itt vagyunk már 7 órája, ezt besemok passza. Hallod, kurva faszagodban, bazd meg. Te mi ahogy eltévedtél, ez itt az én placom, fiam. Azt a kurva. Viszont várjatok. Tanultam egy új trükköt, megmutassam? Jaj, Istenem. Igen, mutassam. Figyeljetek. Erik már passzol, azt a kurva. Mi van? Torkodjanak a gondolom? Mint egy vízilag. Venne befele rögtön. Na, drágon keresztül leszívtam. Ilyen vagyok. Jó, ilyen a szív vagyok, lemagad, akkor mennyi arra a rákba. Itt egy merci. Itt egy Vito. Azt a vidős kurva. Jaj, de finom puszi volt. Mi van, Minusz? Te hoztál. Hát mi lett a hajaddal, te kemorról jöttél? Már ne tudjátok, mennyi lesz a hajad. Azt a kurva. Fodrászra látottál? Értem, meg hét szerették ilyen matulkúj, horkét a jó. Krisztóra, van ez az idióták belogogott, hogy lassan. Nem mondom. Az pénzkért vagy elnézést, hát. Figyelj csak, figyelj már ide. Ide jössz a Kemorról, a szaros merciddel. Először is, karácsony is elmúlt minden, meg se kínálsz senki. Ha? Te, száznapos tojás. Na jó, de valamit amúgy. Na mit? Képzeld el, karácsonyi ajándéket annak szólni, kire átadtam. Hol? Micsoda? Weekend House, beáltattam a karácsonyi ajándékot. Ja, hogy a Weekend House-ban. Jó, hát ezt már ki emlékszik erre, bazd meg? Na kicsúszok belőle egy papíreszőst, átadom neked. Na, csúsztasd már vissza, fiam, papának. Nesztem. Dóra, köszöni 500-at. Hát, ugye ladabom ide elég, jó? Nem akarok hozzád érni, hogy mit is vagy. Figyeljetek már, hogy átadtátok a dolgokat egymásnak. El kéne ugranunk anyukámhoz, mert meghívott magához. Pénzt is adnak, kérsz tőle pénzt is, mi? Mit dobjak el, persze. Pénzt is kérdezik. Aha, persze. Fagyizunk is jó, minden. Menjünk, de Lali, jó, mi van ezen a papíron, Minusz? Ott jön a fiegy, de leraktam oda, mert azt olvasd el. Jó, mindjárt olvasd. Tudsz olvasni, öreg? Peti, kösz az 5000-et. Vagy beledugjam a faszomat a számedbe, és akkor látni fogok. Mi van ez? Áj, nézzél rám el! Mi van oda írva? Várjál, már rossz papírt olvastam, ez egy szexüzedet. Áj meg! Az igen! Mi van? Az igen! Dik, mi van? Dik, erre nagyobb az a májfolt a szemeden, nézd rám! Micsoda? Öreg, lehet, hogy te meg fogsz halni! Várjál picit, várjál már! Az olvasítanom utalba! Üdülés utalbány, várjál a szátokba! Megyek nyaralni! Megyünk nyaralni, ez az hely! De ez csak egy személyes sajnos. Jó, tényleg megyünk. Ja nem, most olvastam kettő. Aha, látom meg. Kettő, hogy gyertek ide? Párosan megyünk, párosan vagyunk. Figyelem, figyelem! Kettő személyes, az egyik én vagyok. Versenybe fog szállni mindenki. Kit fogok elvinni, rózsaceremónián fog kiderülni, hogy kit viszem magammal. És mik lesznek a feladatok? Hát ezt majd az élet fogja elénk tárni és hozni. Nagyon jó nyaralás, ebben van minden. Befogod a kocskos popádat, baszd meg! Anyukámhoz, mert
kikészült nagyon sok étellel. Egyet. Menjünk, kegyünk egyet. Ákos, kösz szépen. András, a 2005-t köszönöm. 10 személyre van, mert 10 személyre vertem. 10 eurót. Akkor téged átbasztott, te kopasz geci. A másik meg az, hogy én most jöttem a lelőkájától, és ki fog jönni ez a vicc. Báti, kösz szépen. Kajakra? Mit mondod, nem is értem. Akosa, ebéd, ki? Jéva, kösz szépen, Gábor, kösz a szubolt, el szépen, kösz. Na menjünk. Na, figyelj, figyelj, minusz. Nem akarsz jönni a kutat. Szállják ki a kocsimból, légy szíves. Ez az ott volt egy kutat. Szállják ki, mert szétbaszom a popádot. Na, üljében a parcokból azt lép fel. Mondom, szállják ki, pele. Minusz. Tényleg rád berek. Ugye eddig én kedveltelek téged, de most már a kurva anyádat. Szállják ki! Jól basztam el, hogy annyirat a getis faszilla fogja kedvelni. Erdj a picsába, hát! Azt ne bozd már el a hétvégénket, öreg! A kurva anyádat! De miért az én autómat már? Yeah. Szállj be! Miért kell elbaszni a hétvégénket? Na menjünk már! Meghalsz, mi odaig, milyen öreg volt. Már érzem az illatot. Majd ha meghalok előtt, az a fasz benyomom abba a nagy mocskos pofádba. Száznapos tojás. Nem ez így a szállásadóban, jó? Figyeljetek már ide! Fog a szádra vágni a sztojka, hallottam? Mert így már picsába, hát mi az így? Hát a tyúk nem csípne arra a szemölcsre. Nagy szappanok is lesznek mindenek. Joker, a kormányt porgatod egyébként? Mert akkor kikerüli az oszlopokat. De nem mentem neki, bazd meg! Most fogja! Öreg! Sziasztok! Elnézést, uraim! Szevasszuk, szevasszuk! Állodi, még egyszer kiszállsz a kocsiból. Akkor mi lesz? Lepokszasz, lecsopsz? Beleszapaszolsz, szartfasz. Figyelj csak! Már viselkedjében, nem azért fizettem a nyaralást. Milyen nyaralást? Gyerekek, de! Mit fizettéted nekem? Elkúrva. Figyelj csak, semmiben nem jár után hozzá az életemhez. De elbosszod a nyaralásokat, bazzok. Meg se érdemlet, hogy hova mész nyaralni? Így is van fekete vagy, mint a szart. Ricsi, kösz szépen a szubot! Óvatosabban fékezd, már mínusz, hát lefélre van. Miért hagyod, hogy így beszéljen velem ez a izé? Ez a passzokú? Hát már mondtam neki, de hát nem hallgat. Tanul, te takarod a közelembe. A másikon ki. Öreg, te kihúztad a gyupát. Valamit? Nem. Nem. Szíves öreg. Nem. Öreg. Nem. Öreg. Nem. Öreg. Mínusz, figyelj csak. Öreg. Lali, légy szíves, vastantól papának hívjál, mert befizettem a számlatot, jó? A villany meg a vízbe való fizetni. Öreg. De tényleg? Igen, szóval én apának hívszak a szájból az ördesre. Hello! Szevasztok, 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 hello! Szevasztok, én nekem nem kell semmit. Öreg. Hát a felújítást ki kell fizetnem, öreg. És nyilván nem nekem kéne, mi a faszom van? Beszélhetünk egy kicsit? Igen? Ja. Azt szeretném mondani. Stíl, kösz szépen a szót. Légy szíves. Nem kütköszönsz nekem, vagy mi? Hát de, bocsánat, kicsit csak nagyon belemélyültem a csekkekbe. Most megkaptuk a meghívást. Miért akarsz átvenni? Carmen, csssss, kussolja. Lali, hogy puszígasztod, és akkor most járt, amit álló. Gondolkoztam valamin. Igen? Olyan jó, hogy nem ide költözhetnék. Itt voltam, minusz nála az újságot. De hogy volt? De itt voltam. Micsoda? Ja, most olyan nagy csöndet. Csináljunk ezt úgy egy kicsit. Az újságot megnézem. Tontozol a karaktén csinálni. Minusz, menj már a ripá! Tényleg most már popá baszlak. Valaki kinyitta a hátsó ajtót? Figyelj csak ide, dzsabba! Ahhoz nincs kulcsom még. Téged kurogat a minusz, azzal dicsekedett végig. Klappog a lyukad, azt mondta. Kinyitta? Egy ebbes csirkebej. Nincsen, hát ehhez még nem adtak. Hát és milyen dolog tudom? Az, hogy kulcsos a ház? Nézd csak, itt tudsz, itt. Faszér üres a vétő. Hát mert most jöttem vissza. Úgy jössz át az a vele. Hát vegyél bele. Megettél minden dagadék. Megettél minden. Nem vettem semmit. Faszomat beleverem ebbe az egész bandába, Joker. Mi folyik itt? Most őszintén. Mondjad még egyszerűen. Hát, hogy a passzon beleverem az egészbe, amit van. Ezt tudom, a minusz... de a lábadon a pók. Memphis. Így jó? Szia. He, de nagyon mászol. Ugye csak arra gondoltam, hogy itt beléptem, megcsapott az otthon meleg, amit még nagyon régen éreztem. És se laktam még ilyen szép házba, és beköltözhetnék a passzomba. Érted? Mert megjöttem, tudom milyen szemtelen és pimasz teveletlen volt a Lali anyja. Egy nem pohár vízzel nem kínált meg, most az olyan, mondom, hogy megy vizet. Az meg ott dög lesz meg a kanapén, éjjel szomjad. De itt azért sok porcibózás történik.
ebben a szobában. Szerintem tuti. Nézd meg. Mondjuk meg én látok itt felszippantani való dolgokat. Gergők össze kettőt bele. Hát figyelj, az biztos, hogyha összeköltözünk, én vállalom a porszívózás részét, ha gondolod. Te ilyen rendrakós gyerek vagy? Na hát szeretem a rendet, érted? Aha. Most akkor mi baj van? Persze, mire? Semmi, hát, semmi. Itt porszívózok, ott porszívózok, egy szívás itt, egy szívás ott, érted? Senkinek nem ártott még meg. Ez igaz. Ez viszont igaz. Érdekes, képzeld el, hogy akkor ha porszívózok, sajnos nem tudom miért, de mindig olyan rossz minőségtelen porszívóik voltak gyerekkoromban is, és mindig hamar elromlottak. Nem a passzodat dugtad bele véletlen? Mert csak így kérdezem. Nem öreg, de hogy is, de nem, majd figyelj. Vagy. Jaj Istenem, de legyünk már szentek Joker. Hát most meg, öreg, ebben, mindenkiben megesik, hogy elindul a porszívó, megbotlik, ez pont belelóg a passz, ami előfordul. Hát nem nagyon emlékszek ilyenre, de azért figyelj, balesetek léteznek. Jó, nem kell itt érkezni. Amúgy baleset volt véletlenül. Ugye? Tényleg csak baleset ugye, ugye? Volt gyerekként. Aha. De az nem direkt volt. Persze. Porszívóztam, aha. És akkor... hát, levetted a nadrágodat, ahogy elesés közben? De csak azért, mert melegem volt. Ja, nem. Persze. Mert tudod, mikor porszívózik az ember, akkor olyan, mint hogyha talajgyakorlatot végezni, hogy lehet, persze, vagy bemelegítenem. Talajgyakorlat, 5.10. Hát mert képzeld el, amikor bemelegítek, meg ilyenek mindig elindul az orromból a vér, hogyha fel vagyok öltözve melegen, és aha. A porszívózás is egy ilyen folyamat, levettem, és 2500 wattos porszívó. Most jó, hát ez mi az semmi, bazd meg, semmi. Nagyon rossz volt, erre képzeld el, úgy megszívta a pöcsömet. Rendesen bepukkadtam, igen, enki. Figyelj csak, mindennek megvan az a nemezisze, tudod? Most figyelj, ezt nem mondta, hogy ilyen feltépet sebek. Hát ugye azért mondom, hogy meg tudunk beszélni mindentről. Én ismerem a járásokat. Egy kis porszívózás itt ott, amott. Anyukám szedte le a porszívót! Hallod, nem jött le, az csak rángatta a porszívót, rángatta, de úgy közben elfelejtett neki kapcsolni. A fokozatot, följöttek el te. Nem kapcsolni, csak rángatta, tudod így. Oda-vissza fel, le! Jött Jézusom, le, meg, Jézusom! Jobban bedurrant. Anyám meg mondta, köszönöm. Ez az, gyere le, gyere jöjj meg, ne! És közben meg ment a porcibó! Ne anya, ne! Hát basz meg! Esküszöm! Borzasztó! Nem is tudom, hogy bírtad kiheverni Joker. Ezért van neked ilyen gitárnyakat, te fiú, meg ilyen sörös üvegvállad. Tényleg? Szerintem ezért van, mert ott szívott a porcibó, vákumozott, tudod? Azért van beesve a mellyed is. Össze van szakadva. Hogy ezért ez egy van mentális nekem tragédia. Ilyen autoimmun betegségem, tudod? Az, ez nem autoimmun, bazdik, ez az életimmun. Érted? Ja. Sima. Hát erre még nem gondolkoztam. Nagy raklapátodban, nagy ilyen lapátarcod, karpiófüle. De ígérd meg, hogy ezt nem mondod el senkinek. Kilincsorod, tudod, hogy jó barát. Pampuskaszád, csákányállod, vágod ezt a homlokod. Emiatt? Ezek miatt van, ja. Nagy parizer bimbódban. Miért nem szóltam olyan porszívózban? Bokas ügyedésed, meg teniszkönyököd. Tudod, hogy... Tért kalácsod, mazsolában. Volt a legrosszabb. Igen. Seggedbe is dugott egyet. Elélveztem a porcivót csönyébe közben, és elpüstölt a gép. Úristen. Jézusom. Hát ezt figyelj, ezt már hallgatni is rossz. Ez az ember tragédiája. Ne haragudj, öreg, ez már nagyon bennem volt. Milyen lehet porcivó? Ez a gyermekkori trauma. Milyen porcivó ez? Samsung? Dyson? Dyson. Az Dyson. Mit mondtad? Dyers? Dyers. Figyelj, milyen márkákat alázzunk meg most? Milyen porszívók? Samsung porszívók? Philips Samsung? Is volt, emlékszem, az is egy nagy szar volt. Nokia 3310-es. Igen. Asus porszívó. Hú, az Asus is Nvidia, nagyon szar volt. AMD. MSI. Jó van, figyelj Joker, én megértem a fájdalmadat. Először is szeretnék neked egy ajándékkal kedveskedni. Tényleg, ez nagyon jól esik nekem. És most, hogy így felszakítottunk egy nagyon régi sebet. Azt gondolom, hogy nagy eséllyel indulsz a második helyezettért, hogy a hévízi nyaraláson részt vegyél. Egyetlen egy feladatot kell végrehajtanod ezzel kapcsolatban. A minuszt egy kicsit meg kell cipőzni. Meg a tranyót. Hát, hogy érezd, hogy hol a helye, tudod, mert már az a baj, hogy már egy asztalnak akar velünk enni, bazd meg. Az ott van a földön, a tárrában írva, hogy minusz. Érted? A rohadt makákó. El van szám. Nézd meg azt a rohadt kemószőkebényt, tehát hogy kopasz fejével el. Tényleg úgy is rákedik, úristen, ez a kemoterápiás rákos minusz. Hogy néz ki te? Azt, mindjárt hagyom magam. Azt a kurva eget. Hát megvan feketedbe, bazd meg. Szabcsik össz szépen a szubot.
tudjuk, akkor ezt az ezeres... Nem gondolkoztam most a porszívó miatt, de most csak így tökre egy példának jött fel, tudod? Lehet venni ezeket a műpinákat, ezeket a hosszú műpinákat, érted? Aha. Én csak láttam az interneten, munkában böngészgettem. Azt mi történik akkor, hogyha ezt a műpinát oda teszed a végére, tudod a csőnek, bekapcsolod a gépet, ezt beledugod. Az öreg bosszal Loli anyját, az öreg bosszal Loli anyját. Jó, az öreg bosszal Loli anyját, az öreg bosszal Loli anyját. Fogyatékos geci. Ezt mivel bossza? Nézd már, milyen kis passzom van annak a kis köcsögnek. Hát, rohadt torszülött. Á, mindegy, menjünk amúgy. Na, semmi, nem szóltam. Kidudál, játékban. Az autók. Szevasszok, szevasszok! Várjuk be a szobát! Álljatok le, nem hagyjatok köztetek! Mi történt? Nem bírnak magunkat, tragyom, mindenféleképpen akarja szopni a minuszt. Minusz, megbassza a Lali anyját! Ez a faszkalap egy rám fölcs. Megbassza az anyját a Lali! Jó, egyébként én nem akarok megbassza az anyját! Érzékeny vagy, baszd? Csak baszta volna! Megbassza az anyját! Megbassza az anyját! Tudjátok ki a faszomat érdekel senki? Tudjátok mi, mert ide jöttem. Egy pohár vízzel nem kínáltak nagyon meg, csúnya, én inkább megyek. Tényleg, nagyon csúnyán beszélnek ebbe a streambe, és ezt nem tudom azonosulni vele. Tehát, hogy azért tényleg van egy határ, és ez nagyon rosszul esik most nekem. Szevasztok, Rigó! Azt figyeld, hogy hajtom a drót, szamarad csoró. Ez még a forgatási pénzekből van. Füstölök elég. Na de nem ezért vagyunk itt, hogy erről beszéljünk el. Látom rajtad, hogy te egy olyan gyerek vagy, akinek nincs szubja. És most ez itt a te játékod. Kezdődhet a játék. Van 30 másodpercet, hogy beverd a szubot, vagy világéletedben egy kisfaszú pöcskarika leszel. Ne legyél olyan kis bornyák. Ezen túl a felszobolsz, három lábodak fognak csúfolni. Kezdődhet a játék? Megyek, elszívok már egy zigit. Ez állandóan elbambul ez az öreg. Jó, figyelj csak ide, dagad. Pofozzátok. Az jel, a baj, megint azzal foglalkozom, amivel nem kéne. Látod azt az leszopatlan kis mini paszt? Azt a feketét ott a minusznál? Hát nem volt olyan mini, ugye? Azzal kéne törülni, jó? Te most messzire mentél. Féltékeny vagy? Te pajtalan. Én öreg, is. Ne legyél féltékeny, én itt vagyok neked. Semmi féltékenység nincs itt. Mert én itt vagyok neked. Különböző nem úgy érzem a hangodból, erigyél már a faszombát, akkor a picsádba, hogy Lizbe kell forgatni, hogy megtaláld a pinát. És ez pont jó, csattog. Csattog? Mennyi bevásd neki. Duerhájtsd le szépen! Öreg! Nem beszélek veled. Öreg! Homoszexuális. Öni fasz a pecskét veszem el. Én veled szeretnék Kétszemélyes az autó, sajnálom, kétszemélyes. Ide csak a heterók ülhetnek be, csak a heterók. Szerencse. Szevasz Jézus. Jó van, akkor nem is kétszemélyes, Joker. Pussolj már el, jó Lali, mert odabaszok, most van tényleg. Mi lesz, megállunk valahol itt. Szevaszok. Amúgy az út közben biztos, hogy ne fogja szopatni anyádat amúgy. Az biztos, szerintem tuti. Menjél, mínusz. Menjél már plusz. Azok hármas lépés meg akar halni a csőbe. Menjél már ember. Nagy basz, törd össze. Erik már nyomja azt a... Basszátok már pofán. Mínusz egy pillanatra. Menjél már, milyen GPS. Szia mínusz, figyelj. A kurva anyádat, szállj ki! Szállj ki! Szálljál már stabilan! Szállj ki, te passzopó! Jó, nem érlek el. Szétbaszol a pofádat. Gyere ide, te csöves geci. Megmondtam neked, te nem szégyeled te magad, mínusz? Há? Te nem bírsz a picsáddal? A rákjössz a gyomrodat? Megnoltam, hogy... Hol van, fiúk, menjünk már! Ilyen cigány miért te csöves hévízi rakló, te réti néged! A gyengék elhullanak, öreg! Gyengék elhullanak! Állíts magadon, mínusz! Elvigyém a tranyó, geci! Tranyó! A faszomat verjem a szátunkba! Há? Most felérjünk minden a rád! Szálljál ki szagad! Mehetünk, he! Menjünk, kiszáll! A rákjössz a gyomrát ezeknek, te! Itt az ide, hogy de azt tudjuk, hova kell menni, hát. Sehova, csak ide jöttem, mert... Ja. Cigizni. Van cigit? Gyújtsuk már rá. Duánzol. Nincs. Nézd már meg a keszi tartót, hé. Várjál, csak belézek. Megnéz. Van benne valami lóvé. Öreg! Hopp, itt egy dobozó. Öreg! Pecske. Öreg! Öreg, akkor az komoly. Öreg! Értékeny vagy, te kis buzi? Ja, nem, szállt, nem csak... Vingeci. Öreg! Na, menjetek a mercivel, hát én nem... Csak arribáltam nektek. Nem, meg én nem illetve egy autóba. Most már üljél be a picsárdra, hogy mehet. Én ezt nem mondom, hogy én azt mondom. Adjál már nekem is kolbászt, hogy mit teszel? Hát tessék, álljálom. Hogy erőm? Elnézünk. Megyek. Öreg. Voltam már egy kis szent. Öreg. Tranyó, mi a gecival?
Jó Isten, vegye a hangszálat reggelre, igen. Szia! Szeretnék egy kérdést feltenni. Kérdezhetek valamit, öreg? Nem, nem. Ugye neked attól a dagadt kurvától van a Lajos? Micsoda? Micsoda? Istenem, ez melyik? Hát ő a Lajos munkája, nem? Dehogy is. Micsoda? És az lenne a kérdésem, hogy ő jó volt az ágyba, jobb? Az öreg a nagymamája, he? Hogyne. A Lajos nekem a nagymamám. A nagymamája. Jobb volt az ágyba, mint én? Kicsoda? Hát a dagadék. Téged nem baszott meg senki, csak a kettő is maximum. Nézd meg, ha jogosítványos Joker. Öreg. Szerintem két perc elsően lőtt a pattanás képét. Te torszülött. Elképzeltél már engem az ágyba? El egy ízi villamos székbe. Egy ilyen nagy francia ágyba. Fent egy tükör francia van. Francia ágy, persze. Egy francia ágyba elképzeltelek, megmondom neked őszintén. Egy rossz almás reggeszem. Pittyeget valami a háttérbe, és így pip, pip. Nem voltál jól, odaléptem hozzád. Kihúztam a gépet, és kisétáltam a szobából. De miért szívinfarktus ott volt? Hát nem. Neked lett volna, bár csak az lenne. Hát komolyan mondom, hát. Biztos. Kihajtanánk itt a gecibe Sandybe. Nézd meg, hogy nézzük, hogy vezet a Joker Deep, látod? Te ez baszik, hogy sokkal. Azért jó, mert jó, mert jó. Kicsit én is érzem, hogy egyre közelebb vagyok. Szeretnék látni egy pitmanővert. Szép volt, szép volt. Belement az MTZ-be a balfasz. Figyelj csak, nem hallok most nagyon. Te engem szeretsz, öreg? Hosszak ide. Te engem szeretsz, öreg? Szia, itt vagy. Rossz fele megyünk, öreg? Hát azt hittem erre akart konyolni. Lefele megy a kocsi, he. Hát marad ilyen nagy buzis helikonokat szív ez a minusz. De a tüdőropi. Öreg, te szeretsz engem? Lali belenyúlt a kormányba. Szevasszok, sziasszok, hello. Kell még valaki szendvicset? Szendvicset. Endorfink ezt az 5 hónapot. Amikor ott voltunk, meg enni nem adott. Szomorítsa meg a jó Isten. Hát ez egy buzi. Az a baj annak. Öreg, én tudok adni neked egy jó vastag kolbászt. Jó, van, dugd fel a lyukodba. De azt hiszed, mindenki is olyan kis köcsög? De tényleg fejezd már be trönyöltem, és nézd meg, ezek nem bírnak hazudni. Ezek nem tudnak, geci, egyenes sem menni. Te jó Isten. A Joker, mi van? Akarjátok így nézni, figyelj. Szállj ki! Nem akarok. Mi az, hogy nem akarsz? Gyere állaj, és ülje ide át. Szállj ki! Gyere az ölembe, Lalika! Van itt nem tudsz viselkedni, ember. Te mit nyújtasz vele, Lajos? Mehetünk. De nem most, de nem is nyújtam bele. Miért nem? Kiben? Nagyon jó volt ez nektek most, hogy így ezt láttátok? Te szeretsz engem? Előre nyúlok és meghúzom a kormányt jobbra. Állj már le, Lajos! Te mi? Lalika! Te ne húzom! Nyugodj Lalika! Jó, most elhúzom balra a kormányt. Hey! Jó, szálljál ki fele, kurvanyádra. Fogasd, gecibasz! Szállj ki! De mi? Lali, szálljál ki! Szállj ki a kurvanyád! Hagyd itt a gecibe a kis kuzit! Sziasztok, Herr úr! Jön a Lajos, csak csendben van, megyünk! Lajos azt mondta, gyalog akar jönni, mert Lajos, kell neki a friss levegő. Se álljatok meg! Öreg! Öreg! Miért? Szeretsz engem? Micsoda? Szeretsz engem? Szállj! Trajon, a buzi Lajos, mint ember az ember. Gyere, értem, menjünk félre, beszéljünk. Beszéljünk. Gyere, szállj ki, itt menjünk félre, beszéljünk. Nem, mert itt hagysz. Nehogy hagynálak itt téged, hát ugyan. Öreg? Igen. Lajos elhagy itt egy 500-es. Ha itt vagyunk. Ja. Beszéljetek, integessetek a kamerába. Mi mara hova vagyunk, ahol te Krisztóban? Nem tudom. A hát nyaralóba. Ez a nászutunk az öreggel. Ez a hévi? Milyen nászutod? Életed nincsen. Mara, oda nézzé. Öreg! Azt a kívül. Egy tüzet tudtok adni? Hát figyelj, mert az van kiírva, hogy itt a dohányzó parkol, azért jártam ide. Ez itt a mély garázs? Ez a mély garázs, így van. Nem tudok kiszállni. Nyugodjál meg, Krisztus! Elnézést, jó napot kívánok, tiszteletem uraim! Melyik buzi csinálta oda ezt az egész dolgot, amit előnk ugrott egy kaktusz? Faszon berjen bele. Ilyen idióta faszkarab, akkor tiszteletem, ki áll lá, jó napot. Minusz, gyere már kicsit. Itt a kulcskacsagok, vigyétek el a parkolóba. Arnold, mondja békén a faszom. Neked, nekem rontasz. Wolfi tévő. Figyelj, először is szeretném tisztázni, hogy egy kurva nagy pók volt a nyakadon. Egy fekete bőzben. Köszönöm a szó, amit keresem, hogy a potidot, ezt a potidbandat elhozta meg ilyen nézékkel. Figyelj csak.
életedben nem jártam rajta, ilyen megmentettem az életedet, ez az egyik. A másik pedig, szeretném, hogyha többre értékelnéd a barátságunkat, és nem, most egy kicsit kellemetlen, de szükségem lenne egy kis költőpénzre. Tudsz adni kölcsön? Tizedikéig megadom után. Érted, hogy ne maradjak cinkbe itt ezek előtt, tudod? Menjünk a Ripigelország. Menjünk én a papától. Figyelj csak, egy 20 000-es nagyjál mász, akkor megadom, tudod? Tudod, hogy milyen vagyunk. Erzsébet utalan, jó? Jó, hát persze. Van bankszámlad, a dalton? Az nincs. KP nincs. Igen, itt van a gyecses akkor. Jó, figyelj, a kártya is jó nekem. Lesz-e? Jó, figyelj, 10-én majd akkor... Igen? Fog jönni majd az unokam. A zsíros Amanda? Igen, de sztorik a marg. Figyelj, már zsíros Amandát meg akarom baszni őtet. Húzza be egy zsíros Amandával, vagy most kézzél van. Még alapreformen, Nordikából, Rékából, most kézzél gondolom. Beszéld már meg bőle, hogy ne formálj az alapját, ha úgy aláberem, hogy a szeme kijön 70 centire. Az a nagy gülő. Jó. Értem, a rombába szólok. Tetszeni, kis unokam. Kicsoda? Hogy hívják? Jó. Hogy hívják őtet? Stojka Várgó. Micsoda? Várgó? Várgó, bazzu meg. De Gecsi, ti milyen neveket adtok a rohadt torszülött szemétládákkal? Nem tudtam ezek egy normális nevet adni. Há. Hanod, ezek tradicionális cigány nevek, jó? Az a tradicionális. Mi a mínusz? Hát mindjárt mínuszban rakok, anyagilag, meg fizikailag is. Megpüfölöm a levegőt, bekékül körülötted, fiam. Na mindegy, jóban rendes volt, adták kölcsön, szóval most nem szemtelenkedek. La viselkedik, te dörövasolok, jó? Domcik össze 9 óra volt, adják össze 9-et. És amúgy lehet megkérem a rognak a kezdét. Kérjük a jegyet, bazd meg, értitek? Kérjük, ja. Akit érdekel. Hallottad, Lajos? Gyesem van, kicsoda. Amúgy a Johnny itt vagy, esetleg? Johnnynak ma van a szülinapja. Fejezzétek már be, bazd meg, miért vagy? Boldog szülinapot, Juni. Aha. Szevasztok, Stigécek. Öreg, add már a jegyet itt az úriember. Jó napot, igen. Mit mondod, Feri? Milyen Feri? Igen, Ferenc vagyok. Hát aki a faszát a szádba veri. Elnézést, szóval tisztelettel üdvözlök még egyszer mindenkit. Jó napot, főnököm. Gyógyfürdő és Szent András Reuma kórházban. Jó napot. A jegyeket szeretném kérni, amivel önöket utána körbe is kísérném. Krisztófer, kösz szépen. Majd a jegyekkel? Aha. Fogd fel az öregnék. Aha. Öreg, add már a jegyeket? Várjunk, pezseg itt a lyuka a nőnek. Bocsánat, itt a jegyeket átadnám most. Igen. Én öreg, itt most nekem rám más a puncim. Tessé, parancsol itt a jegy. Kezembe. Tomasz, kösz az 500-at. Jó estét, és nagyon szépen kösz. Mindenkinek nagyon szépen kösz, srácok. Összesen azt mondja, hogy... Igen? Önök 10 vannak, ugye? Hát nettó. Hát egy-kettő-három-négy személyre van a jegy. De mi csak ketten vagyunk most itt. Uram, atyám. Én 9-szer számoltam. Dík a gyászoló teletabi. Mit kerestek itt? Azt hittem, hogy bocsánat, itt szeretem beszélni a fürdő tulajdonosával lát szemben. Mit szeret? Milyen fürdő tulajdonosával? Most véletem ki a fél szállodát, azért itt tölt csak egy hírt. Olyan büdös lett, figyelj csak, Perikém, ennek duplát kell számolni, tudod. Mit kerestek? Hát azért jött, hogy megfürödjem. Meghatás vállalkozó. Jó, akkor a jegyek alapján ugye meg is vannak. Önök, akkor kérem, elkísérem önöket különböző szállásukhoz. Illetve golyóimat beáztatom, genyom. A kollégáim elviszik az autókat és karbantartják őket. Mhm. Jó, figyelj csak például. Akkor itt kérem, a kulcs benne utána. Hagytam, jó? Figyelj már, Feri. Rendben. Igen. Krumpli masszírozok össze az 1000-est. Igen, uram. Nem lészem rá, hogy ez az egy csapatcsöves is itt lesz. Amikor lefoglaltam a Bookingon. Azt mondtad, hogy a fél szállodon kimondott. Jó, a másik fele. Na, igen, tessék, igen. Parancsolják, miben segíthetek? Hunter, megjössz szépen! Öreg! Peri, figyelj csak ide! Figyelj, ezt ki kell toloncolni az országból. Ki kell toloncolni, ezt ki kell toloncolni innét. Zaklat! Zaklat engemet! Segítsél, Peri! Önnek megmutatnám a szobáját ebben az esetben. Az kérem, az a mi szobánk, az együtt, az a közös Tibor! Szobánk. Igen? De Peri! Ott ki Feri. Fekete Dodge Durangót, amivel jöttem létre, és parkett egy nagy meghúzat. Szobladós Durangónak a faszán. A kollégáim intézik a karbantartást is. Perikém, figyelj csak, ez a biliárdos. Ez a nászutas lakosztál? Ez nagyon jó. Igen, az elnöki hol van? Nagyon jó. Anyádban van az elnöki, takarod már innen. Ja, jól beszél.
Mi hagyod magad te? Figyelj már, faszos! Hát hogy beszélj bele? Döbrecenű küzdi, páros lengő, figyelj már ide! Na, és az én szabálya pedig erre lesz, uram. Köszönöm, zárja be, legyen szíves, hogy ne tudjon senki bejönni. Köszönöm, viszlát! Nem! Én bejöttem! Na szóval. Ez a mászutas lakosztály, ugye? Itt lesz az én szabálya, uram. Jó, de faszos. Ha megfelel önnek. Ó, Perikém, ma szóba ezt a fiam, hallod a lyukam kitágult, egy ökölnyire verjem a dudaorrodba. Hő vagyok ajzva. Gyere, öreg, vesd rám magad! Ha Jézus látta volna ezt a szobát, leugrott volna keresztről. Elnézést, uram, kit pusztulna a szobámból? Öreg. Igen? Bocsánat, nem láttam, hogy tizé... Gyere, vesd rám ezt. Magad, öreg! Öreg, gyere! Öreg! Öreg, gyere! Na, és akkor... Mindjárt jövök. Továbbiakban még megmutnám önnek a fürdőt is. Ami a lakasztályhoz tartozik. Hogy csinált, mert volt, hogy képet a főnöknek elküldött. Várj egy picit, sietek. És akkor nem akarsz megzúdni? Ez a tragyó tényleg kiborul. És erre találja majd a fürdő. Figyelj csak, fejezd be, a kurva anyádra. Fejezd már be! Fejezd be! Kézivezérlésnek kapcsolunk, bazd meg! Állj el! Csinálunk gyereket, öreg! Mert vége a mézes heteknek. Na, itt találja a fürdőt, uram. Nagyon jó. Jó napot. Köszönöm. És hogyha bármi másra még lenne esetleg szüksége, akkor add is köszönöm 400-at. Mivel ugye ez egy reuma kórház, aha, lent található ugye... Az agyam már reumás, érzem is. Hallja Ferikent! Feri! Almosdat mellett szóló. Ez ugye... Feri! Mosdó, kint a WC van, mint otthon nálatok. Feri! Te torszülött. Feri! Hogy hívom? Hallod Feri! Lent is van amúgy... Feri! Feti köszönöm. Feri! Feri! Földszintem. Feri! Feri! Igen. Itt az úrnak a szobájában szeretnék egy nagy méretű, nagy miért kezdett el a gólni? Azért, mert minden friss, aztán kérni, nem lett beállítva. Hogy... Én ezt nem bírom hallgatni. Szia! Figyelj csak, jó öreg, szíves! Öreg! Hozzák a gumit, hogy tudjuk takarodj csinálni! Takarodj meg, nem öle, öle, öle már meg egymást a főnöknek, hogy küldjék ki. Várj egy picit! Gyere, öreg! 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 Kaviár? Az hogy tud? Az Nokedlival kell lenni? Öreg! 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 És nagyon tudunk beszélni? A büdös kurva anyádat, hogy nem fogod be a popádat, te büdös geci! Hát a szart kivelem belőled, há! Fejezd már be! Öreg! Köszönöm. Öreg! Hol vagy öreg? Hogy bánsz öreg a gyönyörű feleséged, de hát ezt... Hát neked adom. Három évet. Zalán, kösz szépen! Jó napot kívánok, pincér úr, mi a helyzet? Jaj, el lehet el is azt az üveget. Ja, bocsánat. Elnézést. Öreg, szia öreg, szia öreg. Na, uram. Öreg. Fejezd be, Betranyó, tényleg kezdesz az agyamra menni, fejezd be. Fejezd be a kurva anyádat. Mit? A rücskös, retkes, sávda, repet sarkú, kurva anyádat. Fejezd be. Hát akkor meg itt a lépcső. Szóval felpötkülöm az órod. Akkor szeretném folytatni a körbemutatását. Megfogod a kezemet, hogy le tudjon nem lépni. Nem, pusuljál innen. Hallod, nagyon komoly ez házi mozi, GBC minden. Idegesítő. Komoly, komoly. Szóval itt van egy ilyen közös, ilyen társadalom. Aha, ez már az a társadalom. Feri. Feri. Ezen kívül van még egy. Feri. Szia. Itt lehet lenni? Ez a közös tér? Igen. Szevasszok, hello. Ez az aula? Öreg, ez az aula. Itt kell szabadni, már a becsengerek lajó. Van egy kibaszottak medencia bent a lakásba, szóval kurva jó! Azt akartam megmutatni, igen, mivel ez egy reuma kórház, így van egy kifejezetten reuma nagyon jó konditer. Hallod, öreg? Illetve igen? Van... Jó lesz a reumádra. Van egy jó fürdő. Ne arra egy reumában foglalkozzá, jó? Milyen fürdő? Dagadt tojás. Hát megmutatnám, gyógyi, hogyha jönnének utánam. Megyünk! Akkor kérem, jöjjenek utánam. Mindenkinek megmutatom. Fúj, kilátszik a... Rekordot fog dönteni, a legtöbb időt eltöltött a víz alatt, az illeszeg. Öreg, gyere, nézzük meg a... Talán fog már be a pofádat. Öreg. Figyelj csak, Joker, tudom beszélni egy pillanatra, gyere már, légy szíves. Öreg, mehetek én is, öreg? Öreg, Joker. Mehetek én is, öreg? Öreg. De szép ez a virág, nézd már. Öreg! Kussoljál már, Tranyó! Figyelj csak! Igen. Mit csinálsz, Lajos? Tegyél le! Tudom beszélni négy szem közt? Persze. Szexelni? Ne, ezt nem bírom. Nem bírom, srácok, tényleg nem. Én megpróbáltam mindent,
és együtt úgy gondoltam, hogy képesek vagyunk áthidalni ezeket a problémákat, de úgy látszik, nem. Nem? Viszont innen fogjuk folytatni. Én nagyon hálás vagyok egyébként. Mindenkinek nagyon hálás vagyok, de egyszer nem. Úgy érzem, hogy igen. Közben meg nem. De a tranyó az idegeimet már úgy megpendítette, bazzik, hogy majdnem leharaptam az asztal sarkát. Nem vagyok teljesen elszomorodva. Én egyébként. Mert van egy fasz a horror játék, és azt fogjuk megnézni, oké? Okay? Mindenképp be fogjuk pótolni ezt az RPS történetet, de nem tudok vele egyszerűen zöldágra vergődni. Sziasztok!